Hagyományosan a Jászai Mari Színház épületében tartott szalagavatót a Bárdos László Gimnázium. Pleyer Tamás, az iskola igazgatója arról beszélt, mit jelent egy ilyen esemény a diákok életében. A szalagavató, mint minden iskolának, minden középiskolának, nyilván a Bárdos László Gimnáziumnak is az egyik fontos ünnepe. Egyként ünnepe nyilván a családnak, diáknak, és egyként ünnepe az intézménynek. Most én úgy gondolom, hogy a szalagavatót az esély ünnepeként foghatjuk föl, mégpedig igazából három értelemben. Egyrészt az esély ünnepe azért, mert mi ezen az ünnepen, ezzel a kis zöld szalaggal részben azt kívánjuk szimbolizálni, hogy a fiatalokat felnőtté fogadjuk. Szerintem mindent mondhatjuk, hogy 8 éve várunk erre a pillanatra, de ugyanakkor kicsit félelmetes is, hiszen ezután már csak az érettség jön, és utána előttünk az élet. Én a fogorvosira szeretnék jelentkezni, hogyha az nem jön össze, akkor gyógyszerészre. Én minden percét élveztem annak, amit a Bárdosban töltöttem. Nagyon szeretek még most is ide járni, ennyi idő után, de olyan, mintha 1-2 év lett volna ez az egész. Mi nehezen indultunk meg így együtt, sok volt a nézeteltérés, de erre az utolsó évre szerintem bátran mondhatom, hogy nagyon jó kis közösség lettünk. Remélem, hogy a továbbiakban is tartjuk majd a kapcsolatot. Az ünnepé nem csak a végzősöknek, de tanáraiknak is okozott megható pillanatokat. A beszédet is én fogom mondani, és amikor készültem erre, akkor hát bizony az emberben ugye leperegtek mindenféle pillanatok, és olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy én 5. osztályot tanítom ezt az osztályt, ugye 8 osztályos osztályon van, de osztályfőnökük csak 9. osztálytól lettem, és hát fantasztikus, amikor a képeket végignézegettük, az 5. készült képeket, hogy ilyen pici babákból szinte gyönyörű felnőttek lettek, fantasztikus dolog, igen. Egy kicsit olyan, mint az anyukájuk lennék, ugye ők látják őket egészen csecsemőkoruktól felnőtt korukig, hát én mondjuk 10 éves korukban csöppentem bele az életükbe, de igen, nehéz lesz őket elengedni mindenképpen. A zöld szalag feltűzésére az Én akar műsora és a köszöntők után került sor.